Ne fussatok, ne fussatok, ne fussatok! Ide jön a róka! Szia! Tök jól indul a mai nap. Pagorra elmentünk beváltani egy ilyen chipses nyereményt, és adtak egy kólát, és így... Örülsz, Magor? És a legjobb, nem tudom, látjátok, álltsuk meg. Ez a része, ez most üremkedett ki, tehát amikor megkaptuk, akkor így nézett ki ez a fele. Gyakorlatilag arról van szó, hogy bármelyik pillanatban itt elrobbanhat, úgyhogy... Még szép papírod van, visszajött esetén. Úgyhogy, ha jól lányok és srácok, itt vagyunk Mesivel, Magorral, Csongival, és most megmutatjuk, hogy kell nektek ezt kinyitni. Na, lássuk, Magor. A kamerám koshoz tesz. Lehet, hogy is a dolog nyitni amúgy, nem? Hát nézd meg! Kérdem én, hogy iszol meg egy... Ezt így hogy iszod meg? De most komolyan. Nem tudod kinyitni ennél jobban szerintem, mert kíváncsiak, hogy sikerül-e. Mit mondanak erre, hogy olcsó tojásnak híg a leve? Olcsó tyúknak. Olcsó tyúknak híg a leve. Olcsó kakasnak, olcsó de csirkin. A kakasnak nincsen leve. Na, köszönöm szépen, hogy videózottak. Szóval, hogy végre belekezdjünk a videóba, az az egyedi ötletünk támadt, vagy hát nekem. Pár évvel ezelőtt nagyon-nagyon felkapott volt ez a Pokémon Go-s játék, úgyhogy arra gondoltuk, hogy mivel nem kiment a divatból, ezért megpróbálunk most mind a hárman, tehát letöltöttük a Pokémon Go-t, nála is megvan, meg nála is megvan, úgyhogy most egyszerre elkezdjük és versenyzünk. Én most másik fejére bevágom ide a Pokémon Go-mat, hogy lássátok, hogy mi van. Éppen most regisztráltam és gyorsan elkapom az első Pokémonomat, aztán lássuk, hogy ki lesz a legmenőbb Pokémon. Szóval úgy néz ki, hogy életem első Pokémonját elkapom, Wild Bulbasaur. Bulbasaur. Ő lesz az én megbaszaurom. Bam! Nice! Megvan az első Pokémon, nagyon nehéz volt. Amúgy elméletileg, ha jól tudom, akkor nem mindig 100%-os, és van olyan, hogy nem tudod elfogni, mert nincs elég labdád. Kiszabadul. Kiszabadul, igen. Na, gotcha! Kíváncsi vagyok, hogy ez az a játék, amiért rengeteg ember balesetet szenvedett, mert olvastam ilyeneket a játékból, hogy buszok meg rendőrök ütöttek el embert, miközben pokémongoztak, meg hogy leestek sziklákról. Hogy lehet leesni egy szikláról pokémongozás közben? Na, szóval itt mutatja, hogy milyen nehéz, ez nehezebb, mint én, baszki. Felhívja a figyelmet a játék arra, hogy vigyázzál, mert meghalsz. De itt esik az eső a játékba, hát megmutatom nektek, be van vágva, és innentől elindultunk, úgyhogy időzítő megvan, neked is jó, mehetünk. Ez nem lehet velük beszélni, belebolondultak, hogy itt a parkban rengeteg ilyen úgymond nevezetesség Pokémon. Van. Már megint. Ez hülye. Kinek lesz több? Szerintem kinek lesz több Pokémon-os kép? Az a lényeg, ahány Pokémonod van, úgy nyert. Nem már elég, nem. Nem már megy. Nézzük azt a fejed. Láv. Írjátok le a komment szekcióba, hogy kinek hány fajta lesz szerintetek a végére. Én biztos utolsó leszek, az 1000%. Leszek az első killek szépen, nekem már 5 van. Neked hány van? Ezt a valamit keresem, hogy kapjak ilyen labdákat, mert elrontottam vagy 600-at, úgyhogy várjál. Megvan. Megvan a hetedik. Hát meg lehet pörgetni a izét. Azokat nyomni kéne közben, hogy legyen labdád. Jaj. Nem már, tényleg. Amúgy tök jó, hogy mindegyikről van egy ilyen kép, és akkor gyakorlatilag idejössz. Én ezt soha nem Pokémon Go-ztam, Magor az már járta, szóval valószínűleg ő fog nyerni. De Mesivel kettőnk között még kiderül a nagy csata. 5 kilométer kell sétálni! Az a szomorú fel, amikor rájössz, hogy Magornak minden 5 méterenként Pokémonja van, neki nincs. És egyébként megsugod nekem sincs, tehát összesen 2 van nekem. Nekem 7. Ez most nem a kamera, mert nincs nálam, a kamera az autóban maradt, úgyhogy kiszálltunk az autóból így kamerán kívül, és eljöttünk a város, nem tudom melyik részre, te tudod? Nem. Itt még Pokémon sincs, tehát hogy annyira jól benéztük, hogy Muti? Semmi, a semmi keres közepén, de egyébként. Fogjuk be egy bárány, Magor! Jó! Hajrá, fogd be bárány, na! Pokémon, Pikachu, téged választalak! Pikachu, téged választalak! Jó? Megvan! Egy kis szabálymódosítás történt, nem csak a mai nap fogunk játszani, hanem kb. 2 napon keresztül, amit a 2 nap végén majd megnézzük, hogy kinek hány van. Magor, nyomd meg a gombot és válts zöldre. Magor, váltson zöldre. Úgy az a vicces, hogy ezen a távon ugye van ez a nyíl lefele, és mindig ezt szokták megnyomni, mert ugye az világít lefele, és ezt nyomogatják az idős nénik, és így forgat. Tojás!
Gyerekek, este pokémongozni a világ legijesztőbb dolga. Kíváncsiak a reakciótokra, mert én már láttam, de ti még nem. Gyertek utánam. Gyertek, és az ebben az ablakban nézzetek le balra. Jó, bazd meg! Ugye? Ez milyen para már? Nézd, ez... Pont ugyanezt éreztem én is, mikor jössz így, és így ennyit látsz. Először meglátod. És... Milyen feelingje van? Mi? Ilyen tipikus horrorfilm, amikor megy a gyerek, azt egyszer csak a sötétbe adja, ja. Hogy felvillan a fény, és így ott egy próba. De amúgy lehet, hogy paráv lenne, hogyha nem lenne megvilágítás, mert akkor ugye sötétben látnál, és így váááááá! Úgy néz ki, hogy én vagyok jelenleg az utolsó. Csongi mégis felhozta magát. Én vagyok az első. Ki tudja, hogy? Maga az első. Az a pillanat, mikor mindenki pokémongózik, most én pont nem. Így az emberek néznek, hogy mi a szart csinálunk, és röhögnek rajtunk, nem tudom, halljátok-e, de olyan hülyén nézünk ki. Az út közepén két bűnöző telefonozik. Ez nagyon vicces, és tényleg mindenki néz minket, mert nem értik, hogy mi a szart csinálunk. Hát jó, szerintem én menjek, fogom be az én pokémonomat, ott hagyom őket a szarba. Egyébként annyira élvezem, hogy menjünk az úton, és így 5 méterenként megállunk, érted? Mert mindig valaki, vagy ő talál egy pokémont, és így ordít. És a kedvencem az, amikor mellettünk mennek el az emberek egy ilyen, mit tudom én, 2 méterre, de annyi se, felordít maga, hogy itt a pokémon! Ő is éppen vadászta a pokémonokat, szerintem tudja, hogy van valahol egy titkos. Aha. Cica! Gyere ide! És tényleg ott van, látjátok? Hát mondjuk ez nem éppen úgy néz ki, mint egy cica, de mindegy. Nem csalok, a cica mutatott nekem egy pokémont, és itt van. Aha, ott volt, de tényleg ott, oda, hova ment. Beszorok. Ha, köszi cica. És éjfél előtt pár perccel nekiindultunk öten az erdőbe, reménykedve, hogy találunk pár pokémont. Azonban azt még nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, illetve milyen veszélyek vannak, úgyhogy a következő képekből, és hát videóból láthatjátok, hogy mi is történt. Várjuk, hogy legyen 0-0-0 óra, megérkeztünk a helyszínre. Ő nem fél. Ő, hát nagyon fél. Ők se félnek, megkameráztak. Akkor a nagy csapat most autó bezár. Nem mutattam be a csapatot, de kibővültünk 2 darab emberrel, úgyhogy most vagyok én jó magam, elől a nagyszamár. Ezen kívül itt van velem ugye Mesi, a barátnőm, Magor, és akkor Zombi. Őt láthattátok már pár videóban, és Marika, ő meg az ő barátnője. Úgyhogy 5-en, mint a gonoszok, igaz, hogy az 7, elindulunk. A helyszín az Sugárs fürdő, és annyit mondhatok el nektek. Egyelőre jövök Zsombinak az árnyékában, mert jó a fény. De várjál, vlog setup, figyeld! Igen, neki van lámpája, nekem nincs, úgyhogy én menjek mögötte, hogy lássatok engem is. Sugárfürdőn vagyunk, és először legyalogolunk Sugárfürdőre teljesen, megnézzük, hogy vannak-e pokémonok, aztán menjünk az erdőbe, és kiderül, hogy mi történik ott. Fú. Féltek egyébként, skacok? Én még nem félek egyáltalán. Itt még van lámpa, de amikor majd bemenjünk az erdőbe, no? És már vadásza is az erdőben, úgyhogy megvan az élete első pokémonja az erdőben. Oké, ott van a pokémon, az enyém is. Eltűnt! Elloptad? Nem loptam el. De ott volt nekem is, és eltűnt. Eladom. Pedig amúgy azt hittem tényleg, hogy elloptam Messi. Na jó. Megvan! Vulpix! Jó, de ilyeneket még nem is fogtunk el, mert itt exotikusabbak vannak, ugye? Járásjelző. Itt a Pokémon. Léci! Kajak. Legyél meg! Ez az! Erőad! Itt lehet, hogy sok lesz egyébként. Ú, nagyon para. Ott mögöttünk semmi. Arra meg pláne. Na várj, mi? Most kapcsolt ez fel. Skacok! Skacok! Eloltódott! Baszki! Jedi erő! 3, 2, 1. Az aztán... Az mi volt? Nem tudom, őszintén nem tudom. Mesi? Én beszóltam. Fogom a pokémonomat. Fogod a pokémonomat? Megint elment! Mögöttünk el! Ne fussatok! Ne fuss! Igen, kutyák voltak azok, nyugi, de ne fuss! Valószínűleg ilyen rókát kergettek. Hol videózom? Kosti! Róka volt! Farkas? Farkas volt. Nem, az róka. Ott nézd meg ott! Ne fussatok, az a fontos, nem fut senki. Az a lényeg, nem futunk, jó?
Az mi az? Az az egy róka, hát nem az... De nem az ugatott. A kutyák ugatták ő. Várj már! Ja, ezt ismerem ezt a rókát, de róka. Ez róka! Gyere, kergessük! Ne, kergess meg! Ez róka. Ez róka! De nem tudom mi az. Mit csinál? De hova megy? Igen. Látod? A kutyák ugatják. De nézzek, ide jön! Ide jön a róka! Szia! Szia! Hello! A kutya nem bánt minket. Na jó, de a kutya fél, menjünk el, gyártek. De itt nem megyünk. Hova megyünk? Ne fussatok, senki nem fut. Beteg. Láttunk egy rókát, aki mellettünk jön. Szerintem ez bőven elég. Pokémon, ott van egy róka, izé. Hallod, lehet, hogy ő az, nézd már. Lehet, hogy az a róka Pokémon. Megfogtuk az igazi rókát Pokémonban? Nem, amúgy tényleg vigyázni kell, de nem olyan vészes, mert most érted, a kutya nem harap, az fél tőle. Sokan vagyunk. Megvan ez. Vulpix! Azaz róka volt! Kacok! Megfogtam a Pokémon-ba a rókát! Igen. Az a róka, ami elment, itt van Pokémon-ba. Ez olyan, mintha meg lenne játsz, esküszöm. Talán az egyik legértékesebb Pokémon valószínűleg ott lesz bent a erdőbe, úgyhogy most bemegyünk az ösvényen és az erdő mélységébe. Most menjünk be a sűrű. Pokáló! Bazd meg, hogy megijedtem. Én is. Ilyen elhagyott ösvény ez konkrétan. Számíts meg, hogy negyed egykor mászkálunk az erdőben. Negyed egykor? Odafordítom a kamerát. Figyeljétek. Így néz ki ez az elhagyott ösvény. Nagyon para. Nézd, oda néz messzire, oda világítsatok. Mindenki egy kicsit messzire világítson, lássunk. Negyed egykor. Most már mindjárt fél egykor. Fél egykor lassan tényleg. És Pokémonokat keresünk, az egy dolog, de hogy... Beszakadt. Lefolyt itt a patak, vagy nem? Várjál. Mi van? Béka, hol? Hol a béka? Nézd meg! Várjál, ez mérgező? Jó, ez varangyos béka, bozd meg ezt nem. Az jó, mert meg akartam fogni amúgy. Még kettő kereszt van a csomó. Na jó! Timothy, fény, oda fény, most, fény. Láttál ott valamit már, én igen. Mit? Ott a távolban, nem látod? Volt valami. Láttad, hogy volt valami? Igen. Most látod? Igen. Mi az? Jó, menjünk vissza. Jó. De ne fussatok. Várjatok. Kaptatok egyébként? Te kaptál egyet, te? Én kettőt. Hármat. Én is kettőt. Én hármat kaptam. Nekem az elszakadt. Én meg elfogtam a rókát! Az itteni rókát. Na jó, menjünk, gyertek. Na, indulunk. Buh. Na, meséljetek, milyen volt felkelni. Nagyon rossz. Rossz? Nem is tudtam felkelni. Jó, késők fenn voltunk, még hazaértünk, még minden. Én meg ugye reggel óta vágok, úgyhogy... Na viszont itt van az összesítés, most már lezárjuk. Ó, repulj az el! Majdnem 3 napon keresztül Pokémon Go-oztunk. Na, úgyhogy lássuk, remélem nem leszek utolsó. Azt mondja, 121 darab Pokémonom van. Nem tudom, nektek több van? Megsi, neked annyi van? Van tálad. 126. Nekem 125. 125? Ne! Egyel veszítettél. Hát igen, magam már játszott ez a játék, szóval várhatom volt, hogy nyer, de számít. Nem számít. Akárki, akármit mond, számít. Na, úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor mindenképp iratkozzatok fel, és... Dobjatok egy lájkot. Igen, dobjatok egy lájkot, és... Nyitkozzatok fel. Ami nagyon fontos, írjátok le a komment szekcióba, hogy mi legyen a vesztesnek a... Vagy hát nekem a kihívás, mit kell csinálni, vagy mit kapjon a győztes. Tehát írjátok le a komment szekcióba, hogy maga a győztes mit kapjon, a második az mesi mit, én meg mit kell csinálni, ugye én vagyok a vesztes az mindig szív. Szóval, mint mindig, én Csongi voltam, ő mesi, ő magor. Lehet, hogy még lesznek velük is videók, mert most tényleg erre vagyunk. Igen, ők pedig a madarak. Úgyhogy ami nem maradhat el, az hogy ki van égve a pólom, és hogy nagyon szép napot mindenkinek, menjetek a természetbe, Pokémon gózatok, vagy ne! És ez az autó, úgyhogy... Ajó!